A rendkívül meleg időjárás hatással van a szúnyogok viselkedésére is. A rovarok ilyenkor a szokásosnál később mutatnak aktivitást, tovább maradnak a növényzetben elrejtőzve. Városunkban a tervek szerint a légi kémiai védekezés időpontja június 18-án kedden lesz. A repülésbiztonsági szabályok szerint közvetlenül a napnyugtát megelőző időszakban, illetve legfeljebb az azt követő 20 percig lehet munkarepülést végezni, de ekkor a meleg miatt csak a rovarok töredékét éri el a kipermetezett szer, vagyis az elvégzett munka hatásfoka jelentősen csökken. Így Kalocsán a földi permetezést is bevetik még aznap a szakemberek, mely szintén napnyugta után zajlik, rossz idő esetén pedig az írtás 19-ére vagy 20-ára tolódik. A felhasználásra kerülő vegyszerek miatt a használt készítmény a méhekre veszélyes, így a kezelés ideje alatt a méhek bezárásáról a gazdáknak gondoskodniuk kell. Országszerte mindenhol komoly szúnyogártalomra kell számítani, hiszen a májusi esőzések és a hirtelen jött meleg időjárás hatására robbanásszerűen megemelkedett a kifejlődött vérszívók száma. Múlt héten a fővárosi kerületeken kívül az ország 156 településén összesen 70 ezer hektáron zajlott a szúnyogírtás, és a hőségriasztás követően ismét párhuzamosan ütemterv szerint folyik majd a légi és a földi úton történő beavatkozás a szúnyogokkal leginkább érintett területeken. A gyérítés heti programja a katasztrófavédelem.hu weboldalon érhető el.